Nyíregyházán központilag indítható sziréna 4 helyszínen van, ami a lakossági riasztó tájékoztató eszköz. Ez az Érkerti lakótelepen a Toldi utca 56 szám alatt található, az egyik Örökösföldön a Fazekas János tér 7 szám alatt, a Kossuth tér 1 szám alatt és az Ungvár sétány 1 szám alatt vannak telepítve. Ezek a lakossági riasztó tájékoztató eszközök nem csak a sziréna hangját, hanem az élőbeszéd sugárzására is alkalmasak. A polgári védelmi lakossági riasztó és tájékoztató eszközök szirénák hangos üzempróbáját végzi 3 napig a nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltség. A 4 központilag indítható szirénák egyike a Városháza épületén van. A szirénák hangos üzempróbája során 30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang, 30 másodperc szünet, majd újból 30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang hallható. A 3 nap során megszólaltatják a városban lévő 24 villanymotoros szirénát is. A hangos próba célja, hogy ellenőrizzék a riasztó eszközök működő képességét. A jelzéseket ellenőrzés keretében adják le, semmilyen veszély bekövetkeztét nem jelzik, a lakosság részéről semmiféle teendő nem szükséges. Ha igazi riasztásról lenne szó, akkor lenne dolgunk. A lakosságnak az a teendője, hogy a szabad területről védett zárt területre menjen be, és ott biztosítson magának megfelelő védelmet, ott figyelje a helyi médiát, a közleményeket, és így fog tájékozódni a további teendőkről. A nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltség a következő 2 napon, 27-én és 28-án 9 órától folytatja a szirénák hangos üzempróbáját. A próbával együtt járó kellemetlenségekért a lakosság megértését kérik.